Sziasztok, Vándor vagyok, folytatjuk a Rise of Industry. Tehát ott tartottunk, hogy szeretnénk ezt a sütit készíteni, amihez én már ki is fejlesztettem a tésztát, illetve most már látjátok, hogy itt vagyok a sütinek a fejlesztés végén. Na hát itt lát... Ó, itt közben áttértünk a 6.2-es patchembe, pár újdonság bejött. Például, amit eddig nem láttam, az, hogy itt nem... 0 vagy 100%-ig vannak a értékek, hanem itt látszik, hogy valami nem elég. Tehát, hogy mit tudom én, ez 20%-ig van. Mindegy, ezzel most annyira nem foglalkozunk, hanem megvárjuk. Ez egyébként ez egy jó feature, csak azt akartam ezzel mondani. Igen. Tehát mindegy, jó látni azt, hogy oké, ki fog folyni hamarosan, akkor majd érdemes ránézni, hogy esetleg mi az, amiből nincs elég. Itt most leginkább talán búzából, de ez majd szépen 30 nap alatt telítődni fog. Elvileg ez nagyjából ki van számolva, hogy elég kell, hogy legyen. No hát, itt nincsen elég szőlő. Aha, mert ez csak 40 naponta terem. Jó, hát. Vagy valami gondod van? Nem tudom. Gondot, bajt nem ír. Nézzük csak. Hogyha ez... Vagy várjunk, túl sok van itt, és nem, nincs kavasz. De nem. Hova szállítasz? Warhouse 2-be. Ez a Warhouse 2. Hát mindegy. Egy kicsit... De lehetne beszédesebb, hogy most miért is piros? Mit jelent ez a piros? Ez is egy újítás. No de! Mindjárt meg lesz a berry pie. És akkor nézzük is meg, hogy mi kell ahhoz, hogy itt a városban, ha már van ez a étkezde, akkor 15 naponta 2 darab berry pie-t készítsünk. Illetve lehet, hogy nem, csak 15 naponta egyet kezdetnek, aztán majd meglátjuk, hogy kettőt is tudunk-e készíteni, aztán átérünk a pizzára, vagy valami másra. Ha megnézzük a receptkönyvet, és kikeressük a Factories-ból, a Food Factory-ból a berry pie-t, akkor azt látjuk, hogy ő 30 naponta készít egyet. Tehát, na, és kész. És beraktam a pizzához való dolgokat fejleszteni, úgyhogy az szépen mehet a háttérben. Nos, 30 naponta egyet, 15 naponta kettőt, vagy 30 naponta kettőt, és 15 naponta egyet, én most ezt szeretném elérni. Az azt jelenti, hogy akkor nekünk 30 naponta ugye kettőt kell csinálni, az két faktori lesz. Tehát, expert maintenance, na, road speed plusz 25%, ó, ez pozitív, gyorsabbak a járművek, kevesebbe kerülnek, nagyon jó. Ezzel most nem foglalkozunk. Na, tehát most bontsunk minden 10 napra, így fogunk számolni. Tehát azt számoljuk, hogy ahhoz 10 naponta mennyit kell, miből mennyit kell előállítanom, hogy 2 sütit tudjunk csinálni. Oké, 30 nap alatt 30 nap alatt 2-t, tehát 10 nap alatt 6-ot. Nem, bocs, hülyeség. 30, de, nem? 10 nap alatt kevesebbet, mindegy, lényegtelen. Tehát 30 nap alatt 2-t ez a lényeg, 15 naponta egyet. Az azt jelenti, hogy 30 naponta kell nekem 18 berry. 30 naponta, ez is tök jó, 30 naponta csinál. Tehát 30 naponta 18, az azt jelenti, hogy 9 ilyen mező kell. 9 mezőhöz ugye, ha azt mondjuk, hogy ez 30 naponta 18-at, kilenc mező 30 naponta 18 vizet használ, az 10 naponta 6 víz. 10 naponta 6 víz. Jó.
Ezt tulajdonképp már meg is csinálhatjuk. Keresünk egy helyet, ahol rengeteg vízünk van, mert az lesz fontos. Nézem, hogy ez a rész itt elég szimpatikus erre a nagy üzemi dologra. Úgyhogy csináljuk azt, hogy behúzunk egy utat. Ez mikor lesz? Ja persze, ezt ki kell biztos elnokkolnom. Mindegy. Hát ez meg mi a manó? Gáz. Na, ilyet még nem láttam. A zöld szín nem annyira látványos. Ez így jó lesz. Azt úgy oda bekötjük. Jó. Tudod mit, így behúzunk egy utat. Így. Szóval, kell nekünk 9 mező, az 3 darab ilyen farm lesz. És... Na ez miféle farm? Ezt most hirtelen nem vágom. Plantation. R-betűvel lehet forgatni? R-betűvel lehet forgatni. Nem visszük túl közel a vízhez, fölöslegesen. Így pont elfér. Bár... Így jobb lesz. Jó. Lemásoljuk. X-el lehet, ez jó tudni. Ott kihagytam egy helyet. Ó, az zseniális. Jó, legyen így. Oké. Kettő kell földenként. Tehát ugye azt mondtam, hogy ez 6 vizet kell betennem. Az 2 darab ilyen víz. Ja, mindenképp teszünk le egy warehouse-t. Hát azt mondjuk ide. Jó. És akkor leteszünk vizet. Azt mondja, hogy... Víz, water siphon. Ez lehet itt. Na most ezt úgy kell csinálni, hogy ide... Úgy. Egyet, ja, ezt be kell kötni az utat. Úgy. És akkor leteszünk egy másikat. Hát akkor... Jó, jó lesz így. Ó. Oh. Na hát az ott, mindegy. Persze egy pont körbe kell kerülni. És oda be. Jó. Mindegy, egyelőre ez jó lesz. Tehát megvan a 6 vízünk. Akkor... Oké, ez is kész van, jön a sajt kutatása. Elvileg... Ők itt már elkezdenek dolgozni. Így van. És ők is fognak, amit megkapják a... Jaj, de jó, ez jó. A berry az pont jó. Na, mehetünk tovább. Nem ezt akartam, hanem a receptkönyvet. Jó, a tészta következik, ami már egy összetettebb dolog. Tehát azt mondtuk, hogy szükségünk van 12 darab tésztára 30 nap alatt. Az azt jelenti, hogy 10 nap alatt akkor 4 darab tésztára lesz szükségünk. Tehát 10 nap alatt 4 darab tészta. A 4 darab tésztát... Igen, ez 40 naponta csinál. Ez azt jelenti, hogy 10 nap alatt egy fél tésztát csinál meg igazából. Nekünk 4 tészta kell, tehát akkor 8 darab gyárra már biztos, hogy szükségünk van ahhoz, hogy meg tudják csinálni.
azt a mennyiségű tésztát. Az azért elég durva 8 darab gyár. A 8 darab gyár üzemeltetéséhez, hogyha... Hát 2 vízre lesz szükségünk, mert ugye 1/4 vizet használnak el 10 nap alatt, tehát akkor 1/4 × 8 az 2. Tehát itt ide rögtön biztos, hogy majd kell 2 víz, 8 gyár. Ezt le is tehetjük. Mondjuk valahova ide. És ő neki már külön logisztikája lesz, tehát egy ilyen warehouse. Factory. És ez egy food factory lesz, ha jól sejtem. Jó, igen, tészta. Nagyon jó. Vagy nem, tészta. Így van. Négy. Öt. Hat. Most azon gondolkodom. Ott kihagyok egyet egy útnak. Ez a 7, és akkor... Úgy, 8, jó. Ide húzunk egy utat. Mert ugye ennek is kell víz. Na, mindegy. Nem idáig. Jobb esetben ott sikerült megcsinálom a kereszteződést, igen. És akkor ide jön 2 víz. Water siphon. Úgy, az úgy jó. Így. Szépen bekötjük. Nos, meg... Ja, warehouse. Na, ezt így sikerült jó? Nem sikerült. Hát persze, hogy nem sikerült jó. Na, oké. És rosszul csináltam. Warehouse 7. Na de jó az. Ez jónak tűnik. Jó, a megfelelő warehouse-t használják. Na annyit majd biztos meg kell csinálnom, hogy hozzuk át az egyik warehouse-ból a másikba. Mert most nem lényeg. Mehetünk tovább. Nem? Pénzügyileg azért van bőven keretünk arra, hogy ilyeneket csináljunk. Receptkönyv. Na, akkor jöhet a következő, a liszt. Azt mondtuk. Nyolc darab gyárunk van. Ez fog elég tésztát termelni nekünk ahhoz, hogy majd megcsináljuk a sütit. Ehhez viszont gyáranként 4 darab liszt kell 40 nap alatt, 10 naponta kell nekünk 1 liszt, tehát összesen 8 liszt kell. Ez 20 naponta csinál 2-t, tehát 10 naponta 1-et, az azt jelenti, hogy ezt 8 gyárban fogjuk tudni megcsinálni, a 8 lisztet 10 naponta. Tehát tehetünk le egy újabb 8-ast, újabb ilyen gyár sort. Most azon gondolkozom, hogy csináljuk. Újabb 8-at. Ami... Itt ki akarok hagyni egy kis helyet, mert szerintem a búzát... A búzát valahogy majd ide tesszük talán. És mi lenne, hogyha itt egy picit többlet rendeznek, és itt lenne megint egy ilyen 8-as sor. Jó sok hely kell neki. Csináljunk akkor egy terraformálást. Platten. Jó.
Mindegy, 2 millióba került, nem baj. Még jó is, hogy itt ez a kihagyott út. Jó. Na, csináljunk ide egy warehouse-t. Hát csináljuk. Nem? Na. Így. Úgy. És akkor jöhetnek újabb gyárak. Factory. Mint food factory. És így van, ő lisztet fog nekünk készíteni. Na hát akkor másolunk. Tehát 4-et egy sorba. Na-na. Úgy. Úgyni. Na most, ők a Warhouse 8-at kell, hogy használják. Ezt reméljük így is teszik. Warhouse 8. Ők nem is tudnának nagyon más, mert ő a kérdéses. Ő is a Warhouse 8-at használja. Fantasztikus. No, akkor ők csinálják nekünk a tésztát. Őnekik akkor most adnunk kell búzát. A tésztához nem kell semmi, csak búza. Nekik akkor most biztosítani kell elég búzát. De mennyit? Ugye 10 naponta csinálunk egy tésztát, 10 naponta 8 tészta kell, tehát 10 naponta 8-szor másfél, 12. 10 naponta 12 búza. A 10 naponta 12 búza, ez 30-szal kell számolni. 0,666 vagy valami hasonló. A 10 naponta 12 búza azt jelenti, hogy 30 naponta megszorozzuk 3 az 36. Tehát az összesen 18. 18 búza mező kell. 3-at tudunk, tehát összesen 6 épület kell 3-as. 3-as cucca. Tehát, hogy körbe kell építeni, tehát 6-ot. Épp, hogy kijövünk anyagilag, nem gondoltam, hogy ez ilyen sokba kerül, de ezt is picit meg kellett volna előtte nézni, de nem baj, nincs gond. Tehát 6-ot tegyünk le valamilyen úton, módon. Ezt lehet, hogy úgy kéne, hogy ott hagyjunk egy helyet. Ja, ne, ide. Hagyok egy helyet a Warhouse-nak. Na most... jaj, nem, most átváltott erre, hogy inkább azt használja. Igen, a 9-es. Jó, ezt majd... ezen majd variálunk. Majd fix beállítjuk kézzel, most ez úgy sem gond. Crop Farm, tehát 6-ot. Jó, ide kívülre el kell kezdeni. Ide nem tudjuk valahogy be... Simmanszta nem, hát persze, hogy nem. Egyet. Oké, okay. 1-2. És azt mondja, hogy út. Na, oda még egyet valahogy létszik. Ha kell, akkor picit átrendezzük a területet. Azt mondja, hogy... igen, X. 3. Aha, ott van gond. Oh-oh. Pici hiány, de nem jön ki. Nem baj, akkor így egy picit csalunk.
Jó, tehát ugye 18-at mondtam, az 6, mert 6x3 az 18, csak így fog kijönni. Ezt itt leromboljuk, mert ez itt útban van, már látom. Jó. És akkor így most már csak. Így most már jó. Jó. Szuper! Akkor már csak egy dolgot kell. A víz. Van 6 búzamezünk, ami használ 2 vizet. 30 nap alatt. Tehát 30 nap alatt nekem 18x2-t. Mi van? 18-at tettem le. 36-ot kell 30 nap alatt. Tehát 12-t. 36. 12 vizet kell 10 naponta. Te jó ég! 12 vizet. 10 naponta. Hát a 12 víz azért az kömény. Ezt itt szépen körbe fogjuk építeni, meg még lehet, hogy innen is kell kérni. Jó, megpróbálunk eljönni ebbe az irányba. Ott hát, nem tudom, isteni szikra, de ott kihagytam pont egy helyet. Ráéreztem, hogy arra ott szükség lesz. Menekülő út. Na. De akkor ide. 12 víz, az 4 darab víz. Ujj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 
eléggé zsufi. Ezt úgy lehetne jól, hogyha ezt itt lebontanám, az nem baromi drága lenne. Itt nagyon hosszú az út. Jó, hát meglátjuk. Meglátjuk innen mennyit tudunk behúzni. Water siphon. Jól van, ott az út, oké, és oké. Jó. Nem jó. Ez így nem jó. Egyet. Kettőt. Hármat. Eddig jó. Ezt már kötjük is be. Egyszer. Oda lehet. És igen. Elfogyott a hely. Aha. Oda lehetne, de onnan nem tudunk kijönni sajnos. Úgyhogy igen, ez így gond. Ezt hogy gondolta? Ez nagyon rossz itt. Mennyibe kerülne? Flatten. Ez nem olyan drága. Úgyni. Vizet kialakítani nem olyan vészes. Viszont cserébe egy csomó. Le tudunk rakni még. Na, tehát akkor kössük be ezeket. Tehát akkor már van 6. Már a felénél jók vagyunk. Visszük tovább a dolgot. Water siphon. Lehet, hogy odébb is rakhattuk volna. Na, tehát egyet. Ajjaj. Jó. Na most itt van egy kis gond az úttal. Á, jó ez így.
Hogy? Na, tehát 9-et leraktunk, többet ide nem tudok ebben a felállásban. Úgyhogy ez egy picit így... Hát, igen. Túl messziről kéne úgy már behozniuk. Ha csak valahogy... Azt nem tudom megjátszani, hogy ő neki ezt a farmot... Őnek irát kéne tennem. Na, az még lehet egy megoldás. Azt még megpróbáljuk. Ezt a farmot lebontjuk, és azt hiszem ez őnek kell, hogy legyen a farmja. Nem. Nem az övé, akkor a másodiké. Nem. Hát kié? Hát én ezt nem értem. Nem a 8-asé. Nem a 9... de a 9-es én azért. Áú, és azt oda nem lehet. Őnek viszont... De, jó. Na jó van, akkor ezt is megoldottuk. Akkor... nézzük csak. Ezt valahogy még meg tudjuk oldani. Aha. Ott bele kéne, hogy... Ajjajjaj. Talán... Nem. Talán nem. Ó, jaj. Át lehet helyezni? Turn off? Nem, kitűzni se akarom. Nagyon tényleg nincs más lehetőségem. Hát, oké. Még egy ötlet. Az az, ezt tesszük ide be esetleg, de akkor meg az úttal nem érek el sehogy sem. Hűha! Valahogy pedig ide ezt kell helyezni. Oké, akkor nem. Azt mondja... Mennyibe kerülne ezt a hegyet eltüntetni? Ez biztos jó drága. Ez sok. Hát akkor pedig ez marad. Na jó, az pont útban van. Igen, még mindig. Ez így olcsó. Nem lehet. Így még lehet. Jó, akkor csináljuk ezt. Kész. Úgy. Itt csináltam egy helyet neki. Nézzük csak meg. Ennek hol az út? Ott az út. Tehát ott pont elfér egy út. Na, tessék. Na, megvagyunk. Elvileg kész minden. Mindent leraktunk, össze kell kötni. Jaj, nem, hát hoho. Kell a két gyár, hát a végtermékgyártó. A végtermékgyártó gyár, két faktori, még pont belefér anyagiak keretünkbe. Úgyhogy azt... letesszük ide, meg letesszük ide. És ők fognak majd gondoskodni róla. Ők neki meg beállítjuk, hogy sütit csináljanak. Fogyni! Nos, kérem szépen! Következő feladatunk az az, hogy leteszek még egy warehouse-t. Az lesz a legjobb.
fújni. Beállítsuk akkor a logisztikát. Union Strike, Food Factory, minusz 50%. Hát sajnos ezek így benne vannak. Ő itt megtelt közben. Annyit termelt, nem baj. Igazából mondjuk azt, hogy ezt most így hirtelen adják el. Na. Row. Nem farm. Ezt. Commercial. 78 style. Jó. State. 107 style. Na jó, van, ezt gyorsan eladják, innen szépen kipakolunk. Egy kis bevétel. Na és azt kell csinálnunk. Hát innen tulajdonképp közvetlen a sütigyárba kell vinni. Hű, és így. Ja persze, mert mindent behoztak onnan. Jó, ezt majd a legvégén. Ez ráér. Akkor kezdjük innen. Te ne ezt használd, hanem a Warhouse 8-at. Oké, autotarget helyett manuális. Warhouse 8, te is. Manuálisan. Na. Warhouse 8. Oké, ezt lehet, hogy jobb lett volna. Manuálisra rakni, és úgy, egyszerűen túl közel van. Warhouse 8. Jó? Te melyiket használod? Te már a Warhouse 8-at használod. Nagyon jó. A Warhouse 9-ből a búzát átszállítatjuk a Warhouse 8-ba. Így van. Jó. A Warhouse 8-ból, na most ők a Warhouse 10-et használják-e még? Igen. Ő, te nem. Te a Warhouse 7-et. Miért? Jaj, nem. Aha. Jó. Te nem jó, mert te neked a Warhouse 7-et kéne használni. Átáll automatikusan. Te mit használsz? Warhouse 7. Warhouse 7. Nagyon jó. A Warhouse 8-ból szeretném, hogyha a listet átvinnétek a Warhouse 7-be. Nem Factory, hanem Logistics. Warhouse 7. Nagyon jó. Ide behozzák, amit ő szeretne majd felhasználni. Így van, és innen a Warhouse 7-ből szeretném, ha a tésztát, ez már tier 2-es lesz talán, így van, az bevinnéd a Warhouse 10-be. Warhouse 10. No, szuper. Warhouse 7-ből Warhouse 10-be, és innen már önkiszolgáló módon ki fogják venni. Tehát elvileg, hoppá, jaj, fordítva. Jön a búza. Jaj, ezt kíváncsi vagyok, ezt ismeri az, hogy a Warhouse 9. Te is a Warhouse 9-et használod, akkor ők is. Ez így teljesen jó. Te ezt használod. Oké, innen ide. Tehát Warhouse 9-ből mennek a Warhouse 8-ba, a Warhouse 8-ból a Warhouse 7-be, a Warhouse 7-ből meg a Warhouse 10-be. És akkor, amit meg kell csinálnom, ezt most szépen leszedjük. Ez egy ilyen egyszeri dolog volt. Szépen ezeket kidámpoljuk, kiürítjük, és azt mondjuk, hogy a Warhouse 6-ból a Warhouse 10-be küldjék a farm cuccost. Warhouse 6-ból a Warhouse 10-be. No!
És innentől szépen... Igen, jó sok jön, ezeket szépen eldobáljuk. Hát ha nem számoltam el magam, akkor így most pont jól ki kell jönnie mindennek. De meglátjuk. Ja, és akkor a következő meg az, hogy a Warhouse 10-ben meg azt mondjuk, hogy a kész Tier 3-as sütit, azt vigyétek Commercial Dinner oda. És ők majd, ha lesz süti, akkor viszik is. Na, gyorsítsuk fel az időt. És most láthatjuk, hogy készülnek a tészták, még jobban felgyorsítjuk. Megnézzük, hogy anyagilag mit jelent nekünk ez a kis plusz móka. De ha minden beindul, akkor elvileg itt 15 naponta folyamatos lesz az ellátása a városnak. Na, ez most már egy tiszta hónap. Jó, február. Bár már ez is az volt, és még plusz 500 ezerbe vagyunk, úgyhogy ez teljesen jó. De most meglátjuk. Azt szeretném nézni, hogy víz is van, tészta is van. Csak még nincs elég tészta. Be fog ez indulni? Idővel. Ezt még megvárjuk. Na hát ezek persze most sztrájkolnak. Ja persze, ez a legrosszabb nekem, mert pont a Food Factory. Lassabban dolgozik. Illetve azt nem tudom, hogy vajon ugyanannyi nyersanyagot használ-e fel, de fele annyit termel ki. Neked mi bajod? Nincs elég víz. Pedig elvileg az ki van számolva, hogy kéne folyamatos vízellátásnak lennie. A vízzel az a baj, hogy van, aki felhalmozza, és másnak nem jut. De elvileg egyszer, ha mindenki megkapja, onnantól már jónak kell lennie. Na. Oké. Okay. Jó, plusz 550 ezer, akkor ez jó. Na, dolgoznak a pékek. Ez fantasztikus. Közben ide meg elvileg gyűlik. Igen, gyűlik. Nagyon jó. 18 darab az pont 2-re elég. Jó lesz ez, alakul. És hogyha elvileg ők is megcsinálják 40 nap alatt a kettőt, akkor hirtelen itt megtömik őket, és onnantól már jön a milliós bevétel, mert egy darab sütiért adnak 1,76 milliót. Ó, már jönnek. Ja, de behozták a izét, nagyon jó. És most hozzák a tésztát. Ide. És innen mindjárt jönnek és kiveszik maguknak. Csak... most jönnek. Na, és elkezdődött. És elkezdődött a sütigyártás. Ez a... Hát szerintem ez áfonya. Legyen ilyen áfonyás lepény. Ja, de várjál, ennek van valami neve. Hát ilyen bogyók. Mindegy. Mindegy, finom lepény lesz. Mindjárt kész. És ez kettő-kettő sütit csinál. Ja nem, egyet. Egyet-egyet. Azt rögtön... Akkor egybe ezt meg is fogják enni, mert ők már kettőt kérnek. De nem baj, első körbe egyet bőven elég volt 15 naponta. Úgyhogy mindjárt láthatjuk. Itt elvileg talán ő hozza a sütit. Aha, ő hozta. Itt a kettő. És ha eljön a 15-e, akkor itt lesz egy 3 milliós bevételünk. Ott van, 3,43 millió. 3,26. És még csak a hónap fele volt. Rengeteg pénzt kerestünk. És innentől kezdve... Hát jó, az a baj, hogy most tényleg megeszik. Egyből. De éves vagy havi szinten a 3 milliót az bőven megütjük. Úgyhogy ez lett volna a süteménysütés receptje.
Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, vagy bármi észrevételetek van, akkor írjátok le a véleményeteket. Legközelebb robogunk tovább, és nem is tudom, mit fogunk csinálni. Lehet, hogy ránézünk a pizzasütés rejtelmeire, és erre is építünk egy ilyen logisztikai részt, mert hogy nekik elvileg pizza is kell, ha jól emlékszem. Bizony, 2 pizzát, és ezért 1.900.000 adnak. Úgyhogy ez egy hasonló nehézségű dolgot várok tőle. Na hát, köszönöm, hogy velem tartottak, mára ennyi lett volna. A pizzát biztos, hogy valami távolabbi régióban, mondjuk itt fogjuk csinálni, ez egy gyönyörű hely lesz hozzá. Pénzünk megint csak megvan, picit gyűjtögetek hozzá, hogy nehogy mínuszba menjünk, és akkor találkozunk hamarosan. Addig is, sziasztok!